Nem volt egyszerű dolguk a Nyíregyházi Egyetem kollégiumi lakóinak. A koronavírus helyzet miatt hétfő estére ugyanis nem csak ki kellett költözniük szobáikból, de a személyes dolgaikat is el kellett vinniük onnan. Így az egyes és a kettes kollégiumi épületet tudtuk felszabadítani és kiüríteni. A külföldi hallgatóknak és a határon túli hallgatóinknak, akik benn maradhattak, őket átköltöztettük egy másik kollégiumi épületbe, hogy kompletten fel tudjuk szabadítani az egyes-kettes épületet. Ehhez ugye nem csak a hallgatóinkat kellett átköltöztetni, hanem valóban az úgynevezett külsős kollégium lakóinkat is át kellett költöztetni. A Sandra Hotelből szintén kiköltöztettük az egyetemi hallgatóinkat, mert ugye nekünk az utasítás úgy jött, hogy a hallgatóinkat a kollégiumokból ki kell költöztetni. Nyitott ajtók a folyosókon, mögöttük üres szobák, szokatlan látványt nyújt ebben az időszakban a kollégium, amelynek bejáratain még korábban kihelyezett plakátok tájékoztatnak a koronavírussal kapcsolatos tudnivalókról. A létesítmény későbbi használatára vonatkozóan az üzemeltetők egyelőre nem kaptak semmilyen írásos utasítást. Az egyetemi épületekben sincsenek most hallgatók, a kormány döntése értelmében múlt csütörtök óta nem látogathatják az intézményt. Az oktatók bejárhatnak, ha otthonról nem tudják végezni a munkájukat, nekik ugyanúgy a hallgatók rendelkezésére kell állniuk az eredeti órák idején. Ők most egyébként a digitális tananyagok kidolgozásán is munkálkodnak, a távoktatás feltételeinek kidolgozására és gyakorlati megvalósítására pedig egy külön bizottság is létrejött. Az egyetemen ezen a héten az előrehozott tavaszi szünet zajlik, de a tanév további részére és a folytatásra is hatással lehet a kialakult helyzet. Most úgy indulunk a fél évnek, úgy indulunk az elkövetkezendő tanévnek, mert ugye nekünk készülni kell most már a felvételikre is, a felvételi alkalmassági vizsgákra is, minthogyha mindent normális menetben tudnánk majd végezni. Tehát mostani álláspontunk szerint, mostani időrendi mutatónk szerint még most mi nem döntöttünk a tanévnek a meghosszabbításáról, de természetesen, amint látjuk azt, hogy nem fogjuk tudni megvalósítani az oktatási folyamatokban azt, hogy ténylegesen lezárjuk a hallgatóknak a fél évet, akkor vélhetően tanév meghosszabbításra kerül sor, de jelen körülmények között még most erről mi nem döntöttünk. Az intézmény dolgozói számára rugalmas munkarendet dolgoztak ki, elsősorban a kisgyermekes szülők, nagyszülők érdekében, hogy ők a kicsik felügyelete mellett is el tudják végezni feladataikat. Ehhez megteremtették az otthoni munkavégzés feltételeit. Az egyetemi könyvtárat most csak a dolgozók látogathatják, de az olvasótermet nem lehet használni, csak kölcsönözni lehet. Mivel könyveket sem vesznek vissza, késedelmi díjat nem fognak felszámolni a határidőn túl visszavitt dokumentumokra. A kampusz területén lévő más egységek nincsenek most nyitva, így a botanikus kert, az úszoda és a többi testnevelési intézmény is zárva tart.